A fél éves országos Coping ifjúsági találkozó jelenleg térségünkben zajlik. Miért pont Lentire és térségére esett a választás? Minden évben igyekszünk olyan helyszínt választani, ahol működik Coping család, és ahol jelen vannak aktív fiatalok is. Így esett körülbelül egy éve a választás Lentire is, hogy ide az ország nyugati szegletébe elhozzuk a fiatalokat. Mi a célja egy ilyen találkozónak? Elsősorban csapatépítés, mindig van egy lelkiségi vonal is, illetve az idejében különösen ősszel nagy hangsúlyt kap az újjáalakulás is, hiszen ahogy a Magyar Coping Szövetség is újjáalakul, a Magyar Coping Ifjúság is újjászerveződik, és ennek az előkészítő folyamatai is zajlanak itt. Ugye ez egy ifjúsági találkozó, mégis melyik az a korosztály, amely képviselteti magát? Gimnazista, illetve egyetemista korosztály, akik leginkább jelen vannak. Milyen programokkal készültetek számukra? Workshop, városnézés, illetve a határközelségéből kifolyólag ellátogatunk holnapi napon Lendvára is, valamint igyekszünk föl térképezni itt a helyi látnivalókat. Most például az elmúlt órákban a lenti parkerdőben, illetve Göcsei Kincsei az erdő és a fa című kiállítást tekintettük meg. Azt tudni lehet már, hogy hol lesz a következő ilyen ifjúsági találkozó? Igen, a tavasszal 2017 áprilisában Miskolcon fog megrendezésre kerülni ez a találkozó. Honnan érkeztél? Sziasztok, Földesi János vagyok, én Budaörsről érkeztem, de Budapesten a Vízivárosi Coping családnak az ifjúsági csoportjának vagyok a tagja. És hát igazából úgy jöttünk, ez már egy összetartó társaság, gyakorlatilag 6-8 éve csináljuk ezeket a kis találkozókat, mindig máshol, ugye az országban, és most idén Lentire került a sor, úgyhogy nagyon sok szeretettel jöttünk, és kíváncsian. Eddig milyen programokban vettetek részt itt Lenti és környékén? Előtt tegnap megérkeztünk, tegnap volt egy ilyen vacsora készítés, ismerkedés, ma délután igazából ilyen workshop, tehát ilyen különböző témákról beszélgettünk, és most voltunk egy ilyen erdészeti vezetésen, itt az erdőt jártuk körbe egy picit, megismertük, és utána pedig a Vasúti Múzeumban, ha jól tudom, igen, a Vasúti Múzeumban voltunk, ahol megnéztük a Vasúti Múzeumot is, egy kisasszony nagyon érdekes előadást tartott nekünk, és onnan rögtön jöttünk ide, úgyhogy most lesz majd egy szentmise, onnan tovább megyünk majd a faluházba, ahol vacsora lesz, egy kis táncest, és akkor utána még az este további része, azt nem tudom, hogy zajlik, de az majd kiderül. Ami nagyon jól érzik magad mindig, nagyon finom akár helyi italok, tegnap nagyon finom pálinkával örvendeztettek meg minket, itt Zalával, holnap meg megyünk Borkóstól arra, úgyhogy nagyon vidámnak ígérkezik így a hétvége, az hosszú hétvégénk. Mi a benyomásod Lentiről és környékéről? Hát én Zalában meg Vasmegyében viszonylag sokat voltam, sokat kirándultunk erre, mérkőzésekre jártunk, Zalaegerszeg meccsekre, és ez egy varázslatos kis hely, tehát főleg ősszel, amikor jössz ilyen dimbes, dombos környéken, és így este tegnap, ilyen köd is volt, szóval egy ilyen kis varázsvilág.